Az író utószava. Írói sorsom döntő élménye és fordulata lett az esőisten, így már korábban többféle fogalmazásban próbáltam formába önteni, amit fogantatásának, vagy inkább eredet legendájának mondhatnék. Igyekszem így ezt a visszaemlékezést, amikor ráhajlok múltamra, rövidre fogni. 26 éves koromban jósorom rövid időre Londonba vitt. Egy nap az Oxford Street-en levő hatalmas áruház, a Selfridges kapuja előtt álltam meg, könyvvásárt hirdettek. Kötetek 10 000-ei sorakoztak a polcokon termeken át. Miért épp Prescottnak, a múlt század közepén élt kitűnő amerikai történésznek két vaskos műve kötötte le pillanatnyi figyelmemet? Bizonyosan a sors rendelése volt. A szerző nevét nem ismertem, de a címek Peru meghódításának története s Mexikó meghódításának története lenyűgözött. Gyermekkorom óta sóvárogtam azután, hogy többet tudjak-e titokzatos civilizációkról, mint amennyit a jó részt észak-amerikai környezetben lezajló indián regények sejtetni engedtek. Belelapoztam a Peruba. Elragadott a stílus világossága, a bő tartalomjegyzék, a sokrétű jegyzetanyag. Megvettem a könyvet. Amikor az éjszaka kapujában odahaza letettem, éreztem, hogy a másikat, a Mexikót is meg kell szereznem, hiszen a szerző sokszor hivatkozik azték párhuzamokra vagy ellentétekre. Másnap számot vett fel lehetőségeimmel, újból bementem az áruházba. Ám éjszaka lebontották a könyvkiállítást, a lektűr visszavonult az őt megillető keretekbe, semmi sem állt tegnapi helyén. Egy idősebb kiszolgáló férfi segített ki, aki közölte, hogy tudomása szerint minden itt kiállított Prescott könyvet eladta, viszont az áruház morális vállalása szerint egyetlen vevő sem távozhatik csalódottan, így lemegy a raktárba utána nézni kívánságaimnak. Már épp menni akartam, amikor fél óra múlva megjelent egy kissé sérült kötésű kötettel. Ezt nem állították ki. Ma is itt áll mexikói polcomon. Így kezdődött, szeszélynek, majd erősödő szenvedélynek. Az első bökkenő a lassan kiszélesedő stúdiumok síkján az volt, hogy az egykorú források s dokumentumok jó részt spanyolul szerepeltek a 16. század elejének archaikusabb, göröngyös stílusában, melyet még nem érintett sem a reneszánsz, sem a spanyol aranykor lehelete. Ha olvasni kívánom a Prescott-tól megjelölt auktorokat, meg kell tanulnom előbb a kor nyelvét. Olaszul tudtam. Egy barátommal együtt vetélkedésképpen belekezdtünk a Castellano megtanulásába magánszorgalomból. Az első szerző, akit összefüggően olvastam, Cervantes volt. Még elég közel a Conquista korának nyelvhasználatához. Jártam múzeumokban, könyvtárakban, főként Bécsben leltem meg sok mindent, amit az egyébként etéren is oly gazdag akkori fővárosi könyvtár ma Szabó Ervin központi anyagában nem találhattam meg. Egy évtizeden át gyűlt a matéria, itt-ott jegyzeteket is készítettem, de az egész csak formátlan szenvedély volt a közép-amerikai téma iránti lelkesedés. A tudat alatt bizonyosan ilyen módon próbáltam védekezni az egyre komorabb idők szorongató aktualitásától. Első nagyobb elbeszélésem jelent meg a Nyugatban, ezzel a nevezetes szellemi kör perifériáján kaptam helyet. Móri Zsigmond kedvessége és szerkesztői jóindulata bátorított fel, hogy megemlítsem a prekolumbián témát, amellyel szerepelni szeretnék a Nyugat hasábjain. Nem kaptam biztatást, inkább atyai tanácsot. Próbáltam feloldani magamban a görcsöt azzal, hogy regényt írok az egész matériából, és utána bevágom a fiókba. Akkor majd mehetsz tovább. Akkor villant fel először, hogy az ősanyag alkalmas lehetne regény kialakítására. De az 1934-35-ös Magyarországtól mi lehetett volna idegenebb, mint két civilizáció végzetes összeütközése a világ másik hemiszfériájában 5 évvel a Mohácsi vész előtt. Egy regény pályázat, amelyet az akkori előkelő Athenaeum kiadó felhívására nyújtottam be, váratlanul avatkozott bele sorsomba.
A pályázatnak Londonban kellett eldőlnie, a kontinens legnagyobb kiadói vettek részt a küzdelemben. A győztes hallatlan népszerűséget, világhírt és anyagi sikert remélhetett a pályázat feltételei szerint. Később megtudtam, hogy a Magyar Válogatóbizottságban Eurázia regényem egy szavazattal maradt Földes Jolán a Halászó Macska utcája című regénye mögött. A vita erős volt, ebben Babits Mihály is részt vett. Végül is a Halászó Macskát küldték Londonba, az Eurázia-t viszont kiadásra ajánlották az Athenaeumnak. A kézirat hónapok óta hevert, névtelenség csuklyájával letakarva a kiadónál. Síniában ért utol a pesti távirat, mely számomra váratlanul közölte a második díjat, Rómába érve már a magyar lapokban is olvashattam mindezt. Amikor az Eurázia 1937 elején megjelent, akkor már Földes Jolán regényét világérdeklődés övezte. A magyar mű nyerte meg a pályázatot. A figyelem ezért annál is inkább ráterelődött pályázaton szereplő regényekre, mert az Athenaeummal kapcsolatban álló estlapok reggel, délben, este szították a propagandát. Első regényemet első könyves írónál szokatlanul magas példányszámmal hozták ki, el is fogyott. Így elhangzott Sárközi György kérdése. Mi lesz a következő regény kézirat, amellyel az Athenaeumhoz, mint szerző, bekopogtatok? Néhány perc lehetett csak, míg beszéltem, annyit mondtam, hogy az európai spanyol és a prekolumbián azték civilizációk halálos küzdelmének történetét szeretném megírni, de nem az események krónika szerű síkjáról szemlélve, hanem leereszkedve ezeknek a kultúráknak a gyökeréhez. Barátom szokása szerint félrehajtotta fejét, és csak annyit mondott, próbáld meg, talán sikerül. Ebben a pillanatban született így meg a mű, így lettem történelmi regényíró. Nem ment minden könnyen. Az anyag formát öltött, a kézirat dagadt. Ha egy múltat idéző író kulisszát formált története köré, úgy ez csak akkor kell nagyobb apparátussal kiegészítenie, amikor nem számíthat a szokásos közműveltségre, hanem amikor valamilyen periferiális, meghökkentően ismeretlen világra próbál világosságot vetni. Ma már hatalmas könyvtárak fogják össze, főként Amerikában a majdnem áttekinthetetlenné bővült prekolumbián irodalmat. De ez a tudomány a 30-as években még csak néhány tudós és archeológus szűkebb körű, a közérdeklődésre alig számító munkaterülete volt. Amikor önéletrajzi köteteimhez anyagot gyűjtöttem, nem emlékezem, hogy találtam volna akkor, 1914-1939 hírlapanyagában ide vonatkozó tudósításokat. Ezért úgy éreztem, előbb meg kell teremtenem a történelmi hátteret, mielőtt magának a regénynek drámai sodrába belekezdhetek. Ezek a folklorisztikus, régészeti ismereteimmel támogatott dekorok bőven is szerepeltek első kéziratomban. Másfél esztendeig tartott a könyv megírása. Polgári munkám mellett csak fukarul megtakarított időmben dolgozhattam. A kötet vaskos lett. Szerződés nem támogatta, inkább valami baráti jóváhagyás, Sárközi szava. Az Athenaeum közben átvette egy német kiadó kísérletét. A beérkező kéziratokat nem hivatásos lektorok kapták először készhez, hanem az Athenaeum irodai személyzete, mint az átlagolvasó prototípusa, egyéni mérlegelés szerint. Így került az esőisten egy fiatal lány kezébe, aki mint idegen nyelvű levelező dolgozott a kiadó titkárságában, ő vállalta az első kritikus szerepét. Ma Londonban él, a legkitűnőbb fordítók közé tartozik magyar-angol viszonylatban. Ez az első amatőr lektor, mint később megtudtam, lelkesedett a témáért, s a kidolgozásért, és őszinte igyekezettel ajánlotta a kiadást. Ez az elfogulatlan segítség, személyesen nem ismertük egymást, a legjobbkor jött. Meggyőzte a Sárközi véleménye fölött is döntő kiadói tanácsot, hogy talán nem valanak szégyent szokatlan történelmi kirándulással. Mindenről akkor nem tudtam, inkább azt éreztem, hogy a kiadás ügye valahol megrekedt. Firenzébe mentem szabadságra. Ott egy este meglepett a kétség. Mint aki végig gondolja az elmúlt hónapok munkájának történetét, úgy idéztem fel magamban az esőisten megírásának emlékét. Egyedül voltam Itáliában, az akkor már tengelyé durvult fasizmus riasztó jelenségeivel találkoztam, világvége hangulat vett rajtam erőt. 1938 tavasza volt.
levelet írtam, moszkitók zümmögése közepette. Sárközi Györgynek. Mint aki bizonyítani próbálná, hogy munkája érdemes a nyomdafestékre. Nem tudom, mi történt a levéllel, de amikor visszaérkeztem Budapestre, anyám beszámolt egy telefonüzenetről, mely tudtulatta, hogy az Ateneum a kiadás mellett döntött. Sárközi lektorként azt kérte, hogy legalább 25%-ot töröljek a kéziratból a szokatlan terjedelem miatt. Elsősorban az ismeretelméleti részeket. Hogy ellenőrizhesse a rombolás munkáját, a kihúzásokat piros tintával kellett megejtenem. Abban az időben a nyomdák irgalmasabbak voltak a szerzőkhöz, mint manapság. Nem számítottak a kéziratjavítások a gépírt oldalakon. A szedők gyakran még írók valódi kéziratait böngészték, mielőtt megindíthatták a gépezetet. Gyötrelmes munka kezdődött részemről, sok részlet aláfestés temetője. De mégis messze elmaradt a kívánt negyedrésztől, fele volt csak, ami kimaradt. Egyébként ma is össze tudnám számolni, ha erre vállalkoznék, mert az eredeti javításokkal, störlésekkel teleszort manuszkriptum csodák csodájára megmaradt. Az első korrektúrát valamikor 1938 vége felé kaptam meg, az Ateneum bőrmellényes biciklis küldence hozta, jó hírek hírnöke. Önéletrajzom harmadik kötetében sokat írtam e hónapok aggasztó légköréről, azokról az eseményekről, amelyek könyvem sorsát is szegélyezték. Egyszer-egyszer felmentem érdeklődni Sárközihez, tőle azt a lakonikus választ kaptam, mi úgy dolgozunk, mint mindig, egyformán, töretlenül, míg engednek, míg a horáciuszi hasonlat szerint végleg el nem temetnek a romok. Így dolgozott. Már egyszer, 1937 tavaszán, könyvnapon ott állhattam az Ateneum estlapok sátránál a Nemzeti előtt. Újra eljött a könyvnap, ott dedikálhattam az esőisten kis könyvgúlája előtt. A borítólapot Filó Mihályfi Ernőné készítette, akkor új, nagyon szépen sikerült montástechnikával. Az esőisten tábrázoló agyagedény vörös színt kapott, élénk kék háttérben. Valóban a kirakatokban elfogta a tekintetet. Az Ateneum nagy regény sorozatában jelent meg, egész vászonkötésben. Írtam arról, hogy az esőistent barátságosan fogadták, de a megjelenés időpontjában nem keltett feltűnést. A kor annyira a pillanatok szorongásaihoz kötődött, hogy az ilyenféle mitikus távolságokban mozgó, ismeretlen összefüggésekkel egybeláncolt történet bizony idegen lehetett a hazai olvasó közönség előtt. A könyv idővel elfogyott, s az Ateneum 1941-ben újból megjelentette. Különös módon akkor kezdődött érdekesebb pályafutása, többet beszéltek róla, többen olvasták, mint első megjelenésekor. Harmadik kiadást is tervezett a kiadó, 1944 karácsonyára kellett volna napvilágot látnia. Szétdúlt, hideg ólomvilág dermedt a szedésre az ostrom kataklizmájában. Úgy emlékezem, hogy már az első kiadás után érdeklődni kezdett a könyv iránt Louis de Caralt barcelonai kiadó, akinek hazánk fia Brankfeld Olivier számolt be írásomról. Ez volt az első külföldi kiadói szerződés, amelyet aláírtam. Ugyanúgy Caralttól érkezett 1945 márciusában az első vöröskeresztes sürgöny, amelyben értesít arról, hogy az esőisten spanyol fordítása nyomdában van. Két év múlva valóban meg is született. Többször spanyolországi beszámolókban úgy olvastam, hogy könyvem kötelező iskolai olvasmány Hispániában. Erről nem tudok, nem is tartom valószínűnek. Ám kétségtelen, hogyha nevemre nem is nagyon emlékeznek, az olvasottabb városi ember, nagyon is sokan vannak, felfigyel az El Dios de la Luviára. Így Caralt kiadóm, s barátom 1966-ban ismerkedtem meg vele személyesen, időnként megjelenteti új kiadásban a könyvet, egyszer pocketbook formában is, épp akkor, amikor 1970 őszén Mexikóban voltam, ide is eljutottak a fűzött példányok.
Északiak is érdeklődtek a háború alatt, de magyar példánnyal nem tudtak semmire sem menni. Gáspár Endre és első oly kedves emlékű felesége, aki asszisztált bécsi forráskutatásaimban, vállalkozott az Esőisten német fordítására, a dán kiadás céljaira. Három kézirat példányt kaptam. Kettő nyomtalanul elveszett valahol Európában. A harmadik kalandos úton került vissza, de úgy, hogy két utolsó fejezete lemaradt. Egy Ausztriában élő fordító egészítette ki, s helyezte el egy gráci kiadónál. Egy nap felhívott Tábori Pál, hajlandó lennék-e átengedni az angol kiadás jogát egy kisebb londoni kiadónak. Így 1946-48 körül szaporodtak az idegen nyelvű kiadások, majd Segers franciául jelentette meg az Esőistent. Ebben a periódusban flamandul is napvilágot látott. Megtudtam, hogy Mexikóban kalóz kiadás született, egy valójában nem létező kiadó jelentette meg számomra érdekes fülszöveggel, tudtom nélkül. Valaki egy magyar esőistenért cserében küldött egy példányt belőle az asztékok egykori fővárosából. Ha az Esőisten forrásait idézem, közel 10 év folyamatos olvasmányaiból kell a legjelentősebbeket választanom. Mint szereplő belép Bernal Díaz del Castillo, Cortés fiatal katonája, aki a legszavahihetőbben írja meg a konkviszta hiteles történetét. Cortés kötetnyi jelentéséből, a híres levelekből, amelyet 5. Károlyhoz intézett, lefordítottam egy kisebb kötetre valót, amelyet az Officina kiadó meg is jelentetett a háború vége felé. Korábban már néhány német mű birtokába jutottam, Szeller és Danzel monográfiái segítettek ahhoz, hogy a maja és aszték mitológiában, valamennyire csillagászatukban is eligazodjam. Minden idők egyik legkitűnőbb folkloristája a konkviszta után, 1528 körül, Mexikóba érkezett ferences Bernardino de Sahagún hatalmas műve Új Hispánia dolgairól, kifogyhatatlan tárháza lett az egykori indián szokásoknak, hiedelmeknek, szertartásoknak. Irányvonalam Prescott maradt. Úgy éreztem, hogy elfogadhatom, bár régies, de tudományosan megalapozott felfogását, amelyhez a Mexikó meghódításában ragaszkodott. Olvastam annyi régészeti művet, amennyihez ebben az időben hozzájuthattam. Néhány lényegesebb útleírást is átdolgoztam, köztük Stevens híres 1840 körül megjelent művét a yucatáni utazásokról. Megkaptam Kelemen Pálnak, a prekolumbián archeológusnak és művészettörténésznek középkori művészet Amerikában című két kötetes művét, mely nagyszámú fényképfelvételt is tartalmazott. Ami az illusztrációkat illette, ezek még azt a képet mutatták, amikor a legtöbb maja és aszték emléket sűrűn benőtte a növényzet, csak az ősformákat lehetett alatta sejteni. Még nagyon messze esett a kutatás attól, amilyen fokra ma érkezett, olyan összefüggéseiben is gazdag bemutatásra, mint amit megcsodálhattam a Mexikói Antropológiai Múzeumban. Kevés feljegyzésem volt, 2 az Esőisten egy-egy jelenetét szegélyező novella. Benne éltem 1937-38-ban ebben az álomvilágban, melyről nálunk kevesen, s csak homályosan tudhattak. Most kisajátítottam magamnak, enyém volt kép és matéria. Tucatnyi könyvet ismerek, amelyeknek témája alapjaiban azonos az Esőisten történetével. Legtöbbjük gyenge, hatásvadászó, rémségeket halmozó mű a különböző nyelveken és feldolgozásban. Majdnem kivétel nélkül elítélik a könyvem főalakját, Cortést, megtéve őt a konkvisztádor típus vérszomjas, aranyra éhes ős figurájának. Nem egyszer kaptam kérdést, miért más Olbrach Cortés felfogása a nálunk is megjelent hódítóban, mint amit én alakítottam ki. A kitűnő csehíró félreállított személyiség volt a náci megszállás alatt vegetáló prágai irodalmi életben, így minden ellenszenvét Cortésbe öltöztette, akiről a beavatottak úgy tudták, hogy spanyol köntöse alatt Hitler rejtőzködik. Gáspár Endre jóvoltából kaptam meg az Esőisten írása közben a 70 éves korában akkor elhunyt írónak Eduard Stackennek, azt az egyetlen regényét, melynek szárnyán világhírűvé vált. A Die Weißen Göttert, a fehér isteneket, ezt az 1200 oldalas monumentális művet.
Írás közben nyitottam ki Stackent, ereszkedtem bele mitológikus óceánjába. Ám néhány oldal után észre kellett vennem, hogy az író nem objektív források, hanem saját fantáziája szerint építik ki az aszték panteont, legendákat formál vagy kohol, hiteles és képzeletében született alakokat ötvöz össze, ma is rejtve maradt összefüggéseket fejt meg, túl sűrű szövevényé formálva az elmúlt indián világot, a szín helyett szereplőit. Ilyetten tettem le a fehér isteneket. Bár elragadott Stacken, és azt képzelhettem, hogy talán egyetlenként tudok behatolni sűrű anyagába, de számomra is csak fárasztó, bonyolult, a memóriát próbára tevő munka lehetett volna a művön való áthatolás. Száz és száz név, mely hol aszték formájában, hol szabad fordítás segítségével bukkant fel, elhomályosította a figurák hovatartozását. Nagyobb baj volt, hogy félnem kellett, nehogy valamelyik motívumot vagy eseményt, szereplőt önkéntelenül is átvegyem, holott mindez részben Stacken ír írói világának szüleménye volt, s legfeljebb itt-ott támaszkodott eredeti dokumentumokra. Így félretettem Stackent, jó részt olvasatlanul. Az eltelt időkben néha-néha belalapoztam. Német volt, Valhalla képzeletű, gyakran tudákos. Írtam korábban Madariaga Cortés életrajzáról, mely jóval regényem után született. Mexikói utazásom előtt olvastam, számomra megnyugtató volt a kép, amelyet hazájának fiáról rajzolt-e különös európai örökvándor. Madariaga, akit nem lehet soviniszta elfogultsággal vádolni, és aki a Spanyol Birodalom Nagysága és Hanyatlása című nagyművében összeszedte Cortés monográfiájának anyagát is, úgy ír Cortésről, mint korának egyik legnagyobb tehetségéről, aki a kezdődő spanyol aranykornak talán legkiemelkedőbb képviselője volt. Lépjenek elő a dráma szereplői, de előbb szeretnék annyi kitérőt tenni, hogy emlékeztessem az olvasót arra, 3,5 évtized választ el az Esőisten megírásának hónapjaitól. Ki ismerte akkor a kolonializmus lappangó kérdéseit abban a megvilágításban, ahogy ma látjuk? 1931-ben Párizsban végignézhettem a gyarmatügyi világkiállítást, melyen az összes gyarmatosító hatalmak demonstrálták tengeren túli birodalmuk kincseit. A gyarmatosító szerepe még akkor is az előző korok historizmusa szerint igazodott. A kiállítás alkalmával jelent meg André Morois Lajti című műve, mely annak a royalistának állított emléket, aki egy császárságot helyezett a francia köztársaság címerpajzsa alá. Lajti Africanus e különös vérbő romantikus konkvisztádor felmagasztalása jelképezte a 30-as évek közönség átlagának felfogását. Így érthető, hogy Hernán Cortés és az őt követő spanyolok szerepe nem felelhet meg korunk ítéletének, ha a szerep súlyát és jelentőségét mérjük le. Bizonyos, ha ma kezdeném az elemzést, sok mindenben másféle eredményre jutnék, de könyvemet dokumentumok alapján írtam. Úgy szólván nincs képzelt alak, sem kitalált jelentősebb eseményben. Kerültem helyzetek regényesítését akkor, amikor a krónikás szava elegendő volt az ott felvázolt kép érzékeléséhez. Ma olvasva a könyvet valóban úgy éreztem, hogy rokon szemben inkább a spanyolok, különösen Cortés, mint az asztékok felé húz. Ezt elsősorban az indiánok rituális, szörnyű méreteket öltött emberáldozataival magyarázhatom. Cortés személye vonzott. A Salamancai Egyetem diákja, az akadémikus környezetbe került kisvárosi fiú, Julius Cézár tisztelője, a versíró, szelídebb köntösbe burkolta ugyanezt az embert, aki nem sokat törődött emberi életekkel, hideg s racionális volt hadvezéri és államférfői magatartásában. De nem találtam nyomát annak, hogy főhősöm ok nélkül más spanyolok, például Pedro de Alvarado módjára gyönyörűségét lelte volna a vérontásban, a tömegmészárlásban. Az indiánok mindvégig tisztelettel tekintettek rá, közbenjárását keresték akkor, amikor a kormányzástól megfosztott Cortés birtokán gazdálkodva emlegette királya hálátlanságát. Ez mint egy bizonyítéka annak, hogy Cortés szerette a meghódított népet, persze saját osztályszemlélete szerint.
A spanyolok előtt ugyanis a rendi társadalom képe lebegett. Másként nem is tudtak gondolkozni. Amikor kapcsolatba kerültek az aszték birodalommal, uralkodóját a császár címével tisztelték meg, a felső osztályok tagjaiban főrangúakat, s hidalgókat láttak. A kis nép, a jogtalan indiánok tömege számukra is csak embermassza maradt. Cortés uralkodójától az aszték nemesség jogállásának rendezését kéri, nemes levelek tömegét hozatja el Toledóból, hogy ezekkel jutalmazza a hűséges kacikákat, s a spanyolok mellé állott Tlaxcala a köztársaság vezetőit, akiknek örök időkre elengedte az adófizetést. A spanyol gyarmati kormányzat 3 évszázadon át nagyjából tisztelte ezt a csaták hevében, bajok örvényében sugalt adóelengedést. Bernal Díaz krónikájában leírja, hogy 1/2 évszázaddal Cortés hadjárata után indián urak nemes paripákon parádéztak, csatlósaik címerpajzsokat cipelnek uruk mögött. Cortés, mihelyt a helyzet némileg megszilárdult a fővárosban, olyan iskolákat alapít, ahol a meghódított nép legjobbjainak fiai spanyolt s latin tanulva majd elláthatják a belföldi egyházi és polgári szolgálatot. A két faj összeolvadása talán akkor kezdődött, mint egy jelképesen is, amikor Marina megszülte Cortés fiát. Jó és rossz tulajdonságok szokatlan bőségéből formálódott ki a világtörténelmi szereplő konkvisztádor egyénisége, amelyhez a sajátos hőskölteményeket életre keltő kor s a korai reneszánsz adott hátteret. Cortés műveltsége meghaladta nem csak a hadvezéri, de a polgári átlagot is, jogi disziplinája, melyet Kubában magasabb hatáskörben is gyakorolt, a gazdasági kérdésekben megszerzett tapasztalatai, emberi érdeklődése, ennek nyomát tükrözik levelei. Felénk villantja a Madariaga által is oly magasra értékelt spanyol kapitányt. Korának gyermeke volt, az arany hispán éhsége gyötörte, a kegyetlenség gyarmati iskolájában szokta meg a vérontást, Haitiben, később Kubában. Merőben meglepő viszont, miként igazodhatott ki útszolván partraszállásuknak napjától kezdve ösztönösen olyan politikai kompozícióban, mint amelyet a két óceán között elterülő aszték birodalom jelenthetett. Diplomáciai készségével cselszövények mesterévé vált, elérte, hogy hű szövetségeseket nyert meg azokból a törzsekből, amelyeknek leigázására indult. Azt a szinte modern áttekintést is értékelhetjük Cortésben, amellyel a kor politikai színvonalát messze meghaladva összefogta, összpontosította a problémákat. Nem volt hiával a lovagi bátorságnak. Számtalan sebe, sőt kézbénulása tett tanúságot vitézségéről. Személyes rohama az ellenséges vezér ellen az otumbai csatában döntötte el e teljes megsemmisüléssel fenyegető küzdelmet. Vér bőven tapadt kezéhez, kegyetlen szeszélyének is engedett, így amikor a hondurasi úton az őserdő közepén elítélteti az utolsó aszték császárt, akit éveken át fogságban tartott, ezzel olyan végzetes hibát követett el, amelyet a dinasztikus elfhez ragaszkodó 5. Károly nem bocsátott meg neki. Számunkra az író Cortés vált a legérdekesebbé. A bécsi egykori titkos állami levéltárban kezemben tartottam Cortés 3 eredeti levelét, amelyet uralkodójához intézett. Kötetnyi, pergamenbe kötött kódexhez, mindhárom jelentés a hadvezér aláírásával. A keltezések elárulják, hol születtek ezek a világ másik, akkor ismeretlen végén papírra vetett különös írásművek. Ezt is nyomon kellett követnem, mint mindazoknak, akik Mexikó meghódításának történetével foglalkoztak, így azt a kapcsolatot is, amely Cortés és Marina között kialakult. Díaz kiemelte emlékezéseiben a rabnő szépségét, tanulékonyságát, különleges értelmét. A holulai szerep elegendőképpen tanúsítja, hogy a keresztségben Marina nevet nyert lány Cortéshoz kötődött, és nem a saját fajtájá beliekhez, hiszen ő fette fel gazdája előtt a készülő indián támadást. Hogy Cortés mennyire ragaszkodott a nyelvtudásban gazdag lányhoz, erre csak apró adatokból lehet következtetni.
Név szerint ugyan soha nem említette 5. Károlyhoz küldött írásaiban, de kétszer is nőnembe teszi a tolmácsom szót, ezzel jelezve, hogy itt marinára gondolt. Amikor Mexikó bevétele után fél évtizeddel elindultak a hondurasi, majdnem végzetessé váló útra, újból marinát rendelte maga mellé. Vajon mi késztette arra, hogy az expedíció során házasítsa össze volt apródjával és egyik legjobb tisztjével marinát, és az őserdő tisztásán üljék meg a mennyegzői ünnepet? De mi vonzott a Cortést az azték herceg kisasszonyhoz, Tecuichpóhoz is, miért törődött különleges sorsával? Már az egykori krónikások is beszámoltak a konkvisztádor emberi, majdnem regényes vonzásáról. Bizonyos, hogy Cortés emberi mi voltában nem lehetett olyan nyerzsoldos kapitány, mint amilyen távoli rokona Pizarro volt, és mint amilyennek a szinte általánossá vált felfogás alakította később Hernando Cortést. A vezér későbbi pályafutása elmosódik, mint az életrajzok, mind a regényes elbeszélések során. Amikor 1970-ben Mexikóban jártam, s magam mehettem végig azokon a hatalmas térségeken, amelyek az azték fővárosnak, Tenochtitlánnak szívét alkották, szembe kerültem azzal a problémával, hogyan tudta Cortés a majdnem teljesen lerombolt fővárost úgy szólván hónapok során újraépíteni, ismét olyan nagyvárossá tenni, melyben a kevés európai s a túlnyomó többségű indián hajlékra talált. Mindezt építészek, mesteremberek nélkül, egy hajóács, néhány kétkezi iparos s egy tűzmester segítségével. Hogyan vehette rá a meghódított népet arra, hogy seregestől álljon be építőmunkásnak, hogy felhasználják az európai tapasztalatokkal egybeolvasztva a régiek tudományát. Ez a városépítő Cortés, akiről nagyon keveset írtak, volt az, aki talán legjobban érdekelt. Nyugtalan hódító volt, nem kívánt babérjain pihenni. Kezdetben úgy remélte, hogy a meghódított birodalomnak élete fogytáig alkirálya lehet. Ehelyett császárától őrgrófi címet, szinte országnyi birtokot, s a megfelelő számú indiai jobbágy népet kapott. Ám elütötték a kormányzástól, s Cortés a birtokainak központján épített Cuernavacai rezidenciájába vonult, sértődöttem vissza. A palota ma is nagyjából úgy áll, mint amikor Cortés benne lakott, csupán Diego Rivera Cortést vádoló freskó sorozata ad képet a látogatónak arról, miként vélekedett a közelmúlt mexikói közvéleménye a hódítóról, akinek szívét egy templom falba rejtett urnában nemrégiben találták meg. Sehol nincs Cortésnek Mexikóban szobra, utcája, emlékvilágának kisugárzása. Elutazásomkor hallottam, hogy valami átértékelés készül, mintha Mexikó is elvégezné a maga módján a történelmi helyreigazítást. Moctezumából újabban ez lett hivatalos neve, a korábbi, inkább megszokott Montezumából. Egyébként mindkét kiejtési forma épp csak megközelíti a haragos úr nevének magánhangzóban bővelkedő indián átiratát, különösen írók formáltak filozófust, tehetetlen áldozatot, szentet, egy eltiport, barbárul megsemmisített nagy civilizáció szimbólum alakját. A krónikások egyik másika, elsősorban Bernal Diaz, még életközelségben láthatta. Elfogatásától a Noche Triste előnapjáig a spanyol hadiszálláson együtt éltek a hatalmát vesztett császárral. Ezt az emberközelséget egybe lehet olvasztani a történelmi kútforrásokkal és elemzésekkel. Mindebből az indián uralkodónak sok ellentmondásos vonásból összeszült vonzó, rokonszenves tulajdonságokat mutató arcképe alakul ki. Szinte Isten sorba született, isteneinek szolgált papként, még trónra nem lépett. Hitvilágához való viszonya szabta meg cselekedeteinek sorát,
Ez készítette a számunkra egyenesen érthetetlen, vesztét előkészítő lépésekre, ezért adta fel önmagát, sztoikus módon, amikor fogolyként a spanyol fegyveres világba hurcolták, bilincset raktak csuklójára. De ezen kívül sok minden előnyös emberi tulajdonsággal rendelkezett. Méltó tárgyalótársa lett Cortésnek, mind a ketten a magas politika síkján igyekeztek meggyőzni egymást eszméik igazáról. Tanulékony volt, érdekelte a spanyolok hadiszerkezete, megfigyelte a puskapor szerepét, nem félt a harci paripáktól, elsajátította fogságában a sakjáték művészetét. Személy szerint ismerte a főbb és az őt kiszolgáló katonákat. Bőkezű volt, a legkisebb figyelmet sem hagyta viszonzás nélkül. Filozófiája nyilvánvalóan egyesítette azokat a kozmogónikus elemeket, melyeknek jó részét a maja papoktól vették át, talán tolték közvetítéssel az asztékok. Ugyanez az ember kezdetben vakon, később már nyilván némileg kétkedve hitte a Quetzalcoatl legendában, s Cortést a tollas kígyó inkarnációjának vagy kései leszármazottjainak tekintette. Hiszen az egykori történelmi tollas kígyó tengerre szállásától vagy halálától fél ezer esztendő telt el addig, amíg Moctezuma hírt nem kapott Cozumel szigetéről arról, hogy szakállas, fehér idegenek tűntek fel úszópalotáikon. A legsúlyosabb vád Moctezuma ellen az az egyre gyorsuló vérengzési folyamat lehet, amely bizonyos számítások szerint a spanyolok érkezése előtti esztendőkben már évente 100 000-nyi rituális áldozatot követelt. Ez az emberáldozat folyam tette gyűlölti az aszték fennhatóságot a szomszédos népek között, ez volt az az erő, amelyet Cortésnek sikerült saját szekerébe fognia. Nyilvánvaló, hogy Moctezumának sejtelmesen volt arról, hogy szörnyűséges emberirtást követel, amikor ezer számra hurcoltatja fel a toronytemplomok a teokalli oltáraihoz az áldozatra szánt embereket. Amikor a mexikói antropológiai múzeum azték termeiben jártam, nem tudtam irtózat nélkül nézni az obszidiánból készült késeket s a kimetszett szíveket felfogó tálakat, melyeknek erezetében némi fantáziával még látni lehetett a vérnyomokat. Moctezuma csak azért örült az áldozatoknak, mert így megszeridíthette vérszomjas isteneit, elsősorban a harc legfőbb urát. A világtörténelem egyik nagy tömeggyilkosa kezdetben nem is érthette, mit kifogásolnak az ősi áldozati szertartás menetében a messziről érkezett véres bálványait lerángató spanyolok. A Dramatis Personae közül harmadiknak Marinát emeltem ki. Nagyjából úgy alakult a valóságban is sorsa, ahogy leírtam, ugyanis minden krónikás, az egykorúak, s a későbbiek is megálltak alakjánál, ismerték szerepét. Kortársai szempontjából a vezér frissen megkeresztelt ágyasa volt, fattyának anyja. Majd spanyol nemeshölgy, birtokok úrasszonya. Az elmúlt idő krónikáiban szerény helyet kaptak a női szereplők, ha nem voltak uralkodók, botrányhősnők vagy hitvallók. Marina alakját mégis egyéni színekkel festik, asszonyi varázsa is átcsillan a lovagi világ férfi szövevényén. Lehet, hogy több helyet szenteltem neki, mint amennyi a Conquista történetében jutna számára, de regényt írtam, s talán a valóság követése mellett megillet ennyi licencia. Nemrég ajándékoztak meg Spanyolországból olyan szerényebb művel, amely név szerint felsorolja Cortés vállalkozásának valamennyi spanyol tagját némi életrajzi adatokkal együtt. Amikor könyvemet írtam, nem ismerhettem mindegyiket személy szerint. Miféle társaság lehetett, amely összesereg lett a Cortés parolára, a kalandorok, amint a hajók fedélzetén sereggé rendeződtek. A felső réteget nyilván az Antillákra származott fiatalabb nemesek alkották, akik így Cortésszel egyenlő hidalgó öntudatot tápláltak. Ilyen lehetett a Cortés után talán legérdekesebb személyiség, Pedro de Alvarado, az indiánok tonatiuhja. Ez a konkvisztádor volt az egyetlen, aki mind Cortés, mind Pizarro hadjáratában részt vett, s mint Guatemala kormányzója fejezte be életét.
Alvarado nem volt bátorság és bizonyos katonai s kormányzási tehetség hiával, de ha alkatát összehasonlítjuk a fővezérével, a mérleg Cortés javára billen. Alvarado vérszomjas volt, erőszakos, korlátot nem ismerő. Csupán Cortés előtt hajlott meg, akinek számára állandó veszélyt jelentett Alvarado féktelensége, egy-egy elhamarkodott politikai vagy katonai lépés. Dom Pedro lényében mégis lehetett valami lenyűgöző, ami alakját történelmi relívbe állíthatta. Cortés legkedvesebb kapitánya, Sandoval, szerény környezetből nőtt ki. Nyúlajka eltorzította vonásait, hallgatag legény lehetett, de hűséges, megfontolt, s különösképpen vitéz lovas katona. Korai halálát, mely Hispániában érte, Cortés őszintén meggyászolta. A többiek a kalandokra vágyó, aranyhegyekben hívő koloniális aljrétegből kerültek ki. A spanyol katonai disziplína csodája, hogy félezeres lélekszámuk ellenére ebből a martaló celemből Cortés oly kitűnő sereget kovácsolt. Az általa kiképzett, rövidesen harcedzett veteránok s a narvés csapat közötti értékkülönbség már az első összecsapás alkalmából, majd a Noche Triste során is bebizonyosodott. Újból külön szót érdemel Bernal Díaz del Castillo, az El Galanténak nevezett önkéntes, majd hadnagy, aki a konkviszta egyetlen nagy krónikásává vált öregkorára. Akkor is csak azért vállalkozott a História Verdadera megírására, mert kezébe került, Cortés halála után, Gomara páternek, a Cortés család káplányának krónikája, melyben a hallott elbeszélések nyomán megírta a konkviszta történetét. De Gomara nem volt szemtanú, a kora barokkor stílusában bontogatta ki szálait, vallásos és mitológikus elemeket szőtt az elbeszélésbe, kissé a Zrínyász mintájára, s a költői hatás kedvéért, de azért is, hogy szüntelenül magasztalja a ház nagy névadóját, kisimította az eseményeket, ha a kedveit tartotta, szépített, s koholt. Amikor Díaz művét olvastam a 30-as évek derekán, az volt a meggyőződésem, hogy Benvenuto Cellinihez hasonlóan tolba mondta történetét. Így az élő szó szárnyalása, az elbeszélésnek kötetlen, semmitől sem gátolt lendülete kölcsönzött ízt és zamatot krónikájának. Néhány évvel ezelőtt, ahogyan találkoztam Esőistennel, könyvemben megemlítettem, újból előkerült viszont Díaz gondosan őrzött, de elpenészesedő kézirata, s hatalmas diplomáciai munka eredményeként sikerült Washingtonba szállítani, ahol megtörtént szakszerű konzerválása. Így ennek a könyvnek is megvan a külön története, mint magának Díaznak, aki öregkorára guatemalai házának pációján fog hozzá a hatalmas munka megírásához. Aglegény, de a faluban tucat számra cseperednek fel a véréből származó mesztic gyerekek. Idilli kép egy konkvisztádor öregkoráról. Úgy látszik, az El Galante lehetett az egyetlen, aki fél századdal túlélte a hőskort. Ami a kisebb jelentőségű indián szereplőket illeti, talán jobban ismertem helyzetüket, sorsukat, mint emberi mi voltukat, mégis megpróbáltam behatolni lényükbe, felfedezni egy-egy egyéni vonást. De hogyan is találhattam volna rá azokra a motívumokra, amelyek cselekedeteiket az ő saját mitikus világrendjükben meghatározták. Bizonyos, hogy a spanyol krónikások sem írtak róluk úgy, mint barbárokról, vadakról, inkább mint ellenfelekről és térítendőkről. A spanyolokban nem volt faji elfogultság, önmagában nem nézték le a színes embert. Csupán kasztszellemük szerint ítéltek, s főrangúaknak tekintették a kacikákat, mihelyt fejüket a keresztvíz érte. Hogy a faji türelmességük nem akadályozta meg őket sem akkor, sem később a sok kegyetlenség vérontás elkövetésében, ez hispán természetük velejárója volt.
Egymást is ugyanolyan szenvedéllyel irtották, mint az indiánokat. Nyilvánvalóan Cortés tekintélyére és tehetségére volt szükség, hogy fékezze ezeket a parányi spanyol belháborúkat, amelyek például Peruban szinte kétségessé tették a hódítás sikerét. A későbbi írók gyakran túlbecsülték a spanyol haditechnikai fölényt, a tűzfegyvereket s a harci paripák bevetését a küzdelembe. Általában ennek tulajdonították a logikailag alig magyarázható katonai sikert. De ha a számadatokat nézzük, összezsugorodik ez az argumentum. Cortés 16 lóval indult el, s talán 10 kisebb ágyú jeledet, melyek jó részt kőgolyókat lőttek ki, megtöltésük fél órába került. A fegyverek, páncélok kétségtelenül magasabb szintű hadviselés eszközei voltak, de az indián lándzsák, nyilak, obszidián kardok épp oly halálos sebeket oszthattak, mint a hispán, akkor toledói acélfegyverek. Egyébként a spanyol és az aszték hadviselés céljai alapvetően különböztek egymástól. Cortés csapatának adott helyzetében a feladata csak az lehetett, hogy minél több ellenséggel végezzen, rettegést keltsen ellenfelében. Az asztékok szemében a halott ellenség nem ért semmit, élve, ha sebesülten is, de fogságba kellett hurcolni a szemben állót, hogy az istenek oltárára teríthessék. Így inkább hurkokkal próbáltak harcolni a spanyolok ellen, mint gyorsan ölő fegyverekkel. A pányvákat, hálókat viszont könnyen átvágta a spanyol acél. Amikor Sárközi Györgynek először beszéltem a megírandó regényemről, említettem, hogy a történetet nem csak mint az események krónikása szeretném elmondani, megpróbálnék leszállni két egymástól teljesen idegen civilizáció eredetéhez, megkeresni a lényegi ellentéteket. De akkor még egyetlen sort sem vetettem papírra abból, amiből kialakult a regény. Egy-két novellisztikus miniatűr elsüllyedt az időkben, a regény kompozíciót előről kellett kidolgozni. Salamanca Egyetemének küszöbéről indítottam így útnak Hernando Cortést, hogy ezzel az intellektuális karizmával kezdje sokat vitatott pályafutását. A stílus, amely sokszor barokk, jelzőkben bővelkedő hömpölygésében talán illik a témához, de ma már nem az enyém, történelmi távlatba került. Mint ahogyan átalakul, mint egy minden másfél évtizedben a magyar irodalmi nyelv is, de ezt a metamorfózist mi is csak akkor vesszük észre, ha emigráns magyar írók műveit olvassuk, akik, nem élvén itthon, ugyanolyan stílusban fejezik ki magukat, mint mondjuk a 30-as esztendők derekán, tehát akkor, amikor az Esőisten született. Ma már hogyan tudnám megírni az Esőistent úgy, mint szinte 4 évtizeddel ezelőtt? A téma azért mégsem vált idegenné, hiszen a prekolumbián világ ma is különösképpen érdekes számomra, kapcsolatban állok vele. 30 évvel a könyv megjelenése után kaptam meg Mexikó meghívását, felejthetetlen heteket tölthettem ebben a birodalomban. Ennek gyümölcse lett a találkoztam Esőistennel. Így nem mondhatom, hogy tőlem elszakadt szellemi gyermekemet bocsátom most útra új, fényesebb köntösében. Amikor annak idején belekezdtem megírásába, nem tudtam, történelmi regényt írok, hogy olyan műfaj területére tévedek, amelyet sok gáncs ért, anakronizmussal vádolták, s mégis a 19. század eleje óta megtartotta népszerűségét. Különös arra gondolni, hogy a regények életpályája viszonylag rövid, néhány év alatt feledésbe merülnek, majd rendesen a szerző elmúlta után, esetleg kiemelik őket a félmúlt homályából, s kezdik újra, de már történelmi fátyollal lefedve pályájukat. Utolsó szóként arra gondolok, hogy az Esőisten, amely 1939 tavaszán látott napvilágot, most újra másféle napfényre kerül, s még örülhetek neki. Pedig mi minden történt azóta a magyar s a prekolumbián horizontokon? Pasút László.